The mother rhino is giving birth. Oh, look. The mother rhino is giving birth. Oh, look. The mother rhino is giving birth. Oh, look. The mother rhino is birth. Miért kell minden reggel majd egy szülőcsatornából kibújnom, és milyen felszerelést viszek majd a több mint 4 hónapos dél-amerikai utamra, erről megtudhattok többet majd ebben a videóban. Üdvözlök mindenkit, Gulyás Roland vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy milyen felszerelést viszek majd magammal Dél-Amerikába. Április 4-én indulok majd a dél-amerikai utamra Párizsból. Onnan Marokkóba repülök, majd São Paulo-ba Brazíliába, onnan átszállok Santiago-ba Chile fővárosába, és majd onnan érkezem meg a célállomásomba, Punta Arenasba, mely a dél-amerikai kontinens legdélebbi városa, illetve 1500 kilométerre van csak a déli sarktól. Ha felmerül bennetek a kérdés, hogy ez elég sok átszállás, valóban jól látjátok, de ennek megvan az oka, így a legolcsóbb, de majd erről egy kicsit többet beszélek majd az egyik következő videómban. De térjünk is akkor a videónak a fő témájára, a felszerelésre, vagy a gírre, a cuccra, a szajréra, amit magammal fogok vinni Dél-Amerikában. Azt, hogy mit viszek magammal, lényegében két dolog határozza meg. Egy, az időjárási elemek, aminek ki leszek téve, és abból kapok majd hideget, meleget, illetve az, hogy mennyit fogunk túrázni, és abból is lesz bőven. Ahogy említettem, az első célpontja az utazásomnak az Chile déli része, Patagónia. Itt körülbelül egy hónapot fogunk eltölteni, majd pár hónappal később Bolíviába fogok túrázni. Patagónia időjárását a déli sarkhoz való szomszédsága határozza meg, illetve majd az, hogy májustól kezdve a téli hónapokba lépünk át. Így időjárás szempontjából rövid időn belül találkozhatunk esővel, jégesővel, havazással, ezt egy kicsit megspékelve, orkánerőű széllel, körülbelül mindenfajta időjárási elemmel, amit csak el tudunk képzelni. Bolíviában, mivel 1500 méter tengerszint feletti magasságról fogunk elindulni, szintén durva időjárással fogunk találkozni. Ennek a két helyszínnek köszönhetően döntöttem úgy, hogy éjszakai hajlékomnak majd a szülőcsatornát, vagyis egy bivakzsákot fogok választani. Aki nem tudná, a bivakzsák az ugyanolyan, mint egy sátor, annyi különbséggel, hogy nincs szerkezete, nincs nagyobb fejtere, viszont van egy jelentős klaustrofóbiás feelinge. Ez olyan, mintha összehasonlítanánk egy faházat egy villával, ezzel a villával. A bivakzsák előnye a sátorral szemben az, hogy jóval könnyebb. Ezért is használják többnyire hegyi sportokban, hosszabb túrákra, végszükség esetén. A bivakzsákhoz jön még egy felfújhatós matrac, illetve egy hálózsák. És ezzel meg is vagyunk, hogyha alvásról van szó. Most beszéljünk egy kis ruházatról. Hogyha az időjárás nagyon hidegre fordulna, és ennek az esélye elég magas Patagónia, illetve Bolíviának az esetében, akkor rétegesen kell felöltözni. A külső réteg majd egy szélálló, esőálló kabát lesz. Alatt egy softshell jacky, mert külön is tudsz használni akkor, hogyha nem olyan csapadékos az időjárás. Ez alatt egy tollkabát, amely azért felel, hogy sokkal melegebben tartson, illetve ezt össze tudom hajtani, illetve párnaként is tudom használni. Ezt a jacket egy pár éve vettem, és ez a kedvenc felsőm, amit bárhova viszek. Osszátok meg ti is kommentekbe, hogy nektek melyik a kedvenc ruházati cikketek, amit mindenhova magátokkal visztek. Ez alatt van még egy szélálló pulóver, és ez alatt pedig egy merino trikó. Na most a legalsó részre kitérve,
Na most a legalsó részre kitérve, nagyon fontos azt megjegyezni, hogy olyan textíliát kell használjatok, ami elvezeti a testetek felső részéről a nedvességet. A legjobb erre, mint ahogy említettem, a merino gyapjú vagy poliészter. Mind a kettőnek megvan az előnye és a hátránya. A merino gyapjú természetes anyag, gyorsan elvezeti a test felszínéről a nedvességet, viszont relatív drága, illetve nem olyan hosszantartó. A poliészter az szintén elvezeti a test felszínéről a nedvességet, hosszantartó az élettartama, viszont mivel műszál, ezért nagyon gyorsan büdösödik. Semmiféleképpen ne használjatok pamutot, mivel ez nagyon gyorsan felszívja magát a nedvességgel és magában is tartja. Így nagyon gyorsan ki tudtok hűlni és megfáztok. De most lássuk azt, hogy mi az, ami még a felszerelés része. Ahogy említettem, a felszerelésbe fog tartozni akkor a bivakzsák, felfújható és matrac és hálózsák. Ehhez jön majd 6 boxer, 6 pár zokni, 4 merino trikó, 3 vékony hosszújú, 2 nadrág, 2 hosszújú ing, 1 pulóver és 1 softshell jacky, az esőkabát, illetve a tollkabát, 1 sportcipő és 1 magas szárú bakancs, hogy ne így járjak, 1 pár kesztyű, illetve kamásli, 2 aláöltöző, amit nadrág alá fel lehet venni, hogyha nagyon hideg lenne, étkezőszett, 2 tányér, 1 fél literes fémbögre, 1 kanál, 1 30 literes hátizsák, 1 70 literes nagy hátizsák, amiben majd minden cuccomat teszem, 1 2 literes víztartály, illetve 1 fél literes víztartály, amit szintén mindenhova magammal szoktam vinni, gyógyszerek, illetve kötszerek, 1 beülő, illetve paracord kötél, laptop, napelem, fejlámpa, plusz kamera, plusz objektív. Még ehhez jön az állvány, amiről filmezek, illetve a kamerám. Ami a legtöbb súly, az a bivakzsák, felfújhatós matrac, illetve hálózsák. Így a teljes felszerelés összesen 19 kiló lesz. Ha esetleg akadnának kérdéseitek a felszereléssel kapcsolatban, az nyugodtan jelezzétek kommentekbe. Ha tetszenek a videók, akkor iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok, csak hogy érezzem a törődést. A következő videóig viszlát!